Szép jó estét mindenkinek, Ipai Gács Hunor vagyok, ez pedig itt újra az OMC. És ma itt a Pinewood stúdióban Budapesten velünk van a Sorbonne Sexual, a srácok már tűkön ülnek, hogy játszassanak. Brutál jó muzsikát hoztak ma is, mint mindig. Körülbelül egy órát játszanak, majd beszélgetni is fogunk. És ami a legfontosabb, talán a legfontosabb, hogy játszunk is, ami azt akarja, hogy aki feliratkozik, magyarul szubol, aki feliratkozik, és feliratkozás után a chat falra odaírja, hogy Sorbonne, mint a zenekar neve, ugye? Sorbonne. Az nyerhet egy lemezt, egy dedikált lemezt, ami gyönyörű és csudaszépen szól. Ti hallottok engem amúgy? Jó. Úgyhogy léci, ha játszani akartok, iratkozzatok fel, írjátok be a chat falra, hogy Sorbonne, és már is játékban vagytok. Az egész live végén kisorsoljuk, hogy ki nyert egy ilyen gyönyörű Sorbonne Sexual CD-t. Úgyhogy nem is ragozom tovább a szót, átadom a terepet a srácoknak. Készen álltok? Ez itt a Sorbonne Sexual, az OMC. Világ, de nem, már nem számítanak. Az annyira az igazak pártja, az igazak pártja, hogy falhoz állítom magam. Ezt a szenes párát a fújott, szenes párát a fújott, és én lélegzem be. Innen hogy jutunk ki? Újjel a zsebemben. Az annyira az igazak világ, annyira az igazak világ, de nemek már nem számítanak, ez annyira az igazak pártja, az igazak pártja, hogy falhoz állítom magam. Ezt a szenes párát a fújott, szenes párát a fújott, s én lélegzem be. Innen hogy jutunk ki? Új el a zsebemben. Ezer éve tanítom, és ezer éve nincs hiba. Ezer éve lefagyott ágyvonom a Biblia. Ezer éve nem szer a szer. Ezer éve anyánk, átunk a mindeszer. Ezer éve kimondom és káromkodom. Ezer éve egyedülálló az állapotom. Ezer éve csorba is kasztrál. Ezer éve magányban, pedig ezer éve regisztrál. Pedig ezer éve regisztrál. Pedig ezer éve regisztrál. Pedig ezer éve regisztrál. Drug bag, triple gold bag.
csöpögjön vödrömbe vén. Nem, 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 nem bújok el, hadd dagadjon nyakon az ér. Look up, hey! Érdemes az egeret itatni, mert a világ haldoklik a köbön. 30-as éveit irodában töltött. Valóság, boldogság, ördög! Monitor, monitor, so, ekéri.
benned is egzalt. Mi ez a fénykép anyádról egy ad? Mindenre képes pár papírlapért, mindenre képes. Látod a tájig, fájtó felé, fájtó összeroppanásig. Látod a tájig, fájtó felé, fájtó összeroppanásig. Összeroppanásig, összehazudtál. A zsebkendő térbe vagy, síkba fekszel, elvettel, pedig eltettel. Időn alvó friss dohány, friss dohány voltál. Estét kívánok, köszöntünk mindenkit, a Sorbonne Szexuál koncertjét látjátok és halljátok. Nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Azt kell elmondanom első ízben, hogy olyan dolgok történtek velünk ma, amik régóta nem. Például elindultunk otthonról a próbaterembe, és elkezdtünk ilyen cuccokat bepakolni egy autóba, és elindultunk egy helyre, ahol most játszunk egy koncertet. Ez számunkra, ez egy, hát hogy mondjam, tehát... Kicsit talán úgy éreztem magam, mint egy kisgyerek, aki újra visszatérett a játszótérre, vagy ilyesmi. Tehát nagyon örülünk, hogy itt lettünk, és eljátszottunk pár tök jó számot. Hogyha gondoljátok, egyébként játszatok velünk, iratkozzatok fel, és írjátok be a chatba, hogy Sorbonne, ez a jelszó, és a harmadik nagylemezünk CD-jét nyerhettitek meg, ami az Amíg álmodik címre hallgat, amiről hallgassuk meg együtt egy nagyon jó számot, aminek az a címe, hogy Biztos él. Le is cserélem a gitáromat, hogy minden stimmeljen. Jézusom, tényleg? Aranyi színű filctollal. Ja, mert tudunk írni is. Igen. Karantén alatt megtanultunk írni. Igen, akkor ezek szerint dedikálva. Jó, hát ennyi a dolgotok, és akkor tulajdonképpen szuper lesz minden, mi meg örömteli módon muzsikálunk nektek. Választ, tudjuk, védjük, jön a lábad, minden lépés a tazul.
mesél. Látom az arcát még, követi a szemével, ahogy kávét teszed fel. Ez biztos él. Ez biztos él. Ez biztos él. Mennél innen, de innen, hova még csak ér a lábad, minden lépésed hazug lett így is, nincs is kérdés, de a választ tudjuk. Rég gyökér a lábad, minden lépésed hazug lett így is. Mennél innen, te innen, hova még gyökér a lábad, minden lépésed hazug lett így is, nincs is kérdés, de a választ tudjuk. Rég gyökér a lábad, minden lépésed hazug lett így is. Mennél innen, te innen, hova még, nincs is kérdés, de a választ tudjuk. Nincs is kérdés. Most pedig simán elhiszem, hogy monogámok leszünk. Simán elhiszem, hogy monogámok leszünk. Simán elhiszem, hogy nem kell már több óvszer. Simán elhiszem, hogy apák nem leszünk. Simán elhiszem, hogy honvédek leszünk egyszer. Simán jut még szerelem egy-két helyre, de ügyből egyetemest nem csinálsz. Simán elmegyünk majd egymás mellett, város emberek vagyunk már csupán. Fészkelődj majd csak ahogy tudsz, vékony résen beférsz hozzák a bátorságot, mert az kell hozzá. Az élet fekszik, így csendben unják a városban lakók, a városban az utcák. Simán előttem van a héjanász, de meg előtted ez az utolsó lövedék. Utolsó rakétáját kilőtte ránk, csak a pitvarodban maradt már menedék. De én tudom, olyan polgár kell hozzám, kinek a pitvarában nincs már menedék, és nem lövi el a rakétáját, és a zsebében marad az összes lövedék. Fészkelődj majd csak ahogy tudsz, vékony résen beférsz hozzád a bátorságot, mert az kell hozzá. Az élet fekszik, így csendben unják a városban lakók, a városban az utcák. Fészkelődj majd csak ahogy tudsz, vékony résen beférsz hozzád a bátorságot, mert az kell hozzá. Az élet fekszik, így csendben unják a városban lakók, a városban az utcák. Köszönjük szépen! A következő dal az a zenekarnak a zsigeri dala, az első lemezünkről, aminek az a cím, hogy Fáma, pedig a magába pörög Pető Balázs rendezett hozzá egy nagyszerű klipet, aki azóta egy rendkívül jó forgatókönyv író lett, de kliprendezőnek se rossz. Na, akkor nézzük! Magába pörög a CD sublimáló, Petrikus lányok decibel tavakban, percek csak a herceg szuk a falban. Szembe csuk, majd lemegő, utána élve, halva elő. Összönt kapcsol szemed közben, számolj tisztől vissza közben. Tornacipős bologató,
többé szublimáló. Hisztérikus eszre találó. Metrikus lányok decibel tavakban. Persze csak a headset. Nézd ez a szín, hogyan fel. Sírvétával rajzolom, hogy kitalálj. Hogy kitalálj. Hogy kitalálj. Yeah. Hogy kitalálj. Hogy kitalálj. Hogy kitalálj. Hogyan fel, sikrétával rajzolom, hogy kitalálj. Hogy kitalálj. Hogy kitalálj. Az idomítás csodája, hölgyeim és uraim. Erre a tusra iszok is egyet. Igyál erre a tusra. És akkor visszatérünk. Igen, mert nagyon hideg van, azért izzadunk egyébként. Na, gyerekek, köszönjük, hogy velünk vagytok. 246-an, 245-en, valaki most lépett ki. Kommentek? Kommentek. Úristen, ezt a számot már kb. Sok évvel hallottam a Völgyben. Mekkora nosztalgia. Hát igen, már ilyen öreg bácsik vagyok, a nosztalgikus élmény. Köszönjük szépen. Igen, ott játszottunk, emlékszem, egy a Viti nem fért be a színpadra, mert hogy egy ilyen chipszer kertbe játszottunk, azt hiszem, hát nem talján dörögdön volt. De majdnem. De majdnem. És a Viti nem fér be, mert egy ilyen nádfedél volt. És akkor emlékszem, hogy a Viti végig így játszott, hogy... Tehát, hogy az nagyon jó volt. Lehet, a Vitinek azért nincs mikrofonja, mert nagyon sok mindent akart mondani, és nem engedtük neki. Na jó, akkor következő szám pedig a Fák című szám, ami tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan vagyok szú a nőtársadalom testén. Ez tulajdonképpen egy nagyon szép szerelmes szám, az összes eddigi és mostani szerelmemnek küld. Nem, hát ez gyerekek, azért egykora szentimentalizmus hegyeket nem szabad megengedni egy jövő adásban. Főleg, hogy gitárt kell cserélnem. De 5-8-adban van, akkor az már csak kicsit szentimentális, nem? 5-8-adban van, tehát ez nem pop dal lesz, bár az előzőek sem voltak igazán azok. De inkább. De vannak poppos gesztusok. Ha esetleg valaki bedobna nekem egy váltópólót, hogy mivel meg tudnék törölközni, akkor látnék. Igen, ez élőben ez jobban működik. És szeretném bejelenteni a világ legjobb vokalistáját, Dörögdi Dávidot, aki ebbe a számba csodálatosan fog vokázni. Így van, Dávid? Előre, ezt elkönyveljük. Hát gondoltam, hogy egy kis motivációt adok neked. Jó, köszi. Még várjál, még. Lesz a tárgya, forgó szélnek lombját, az Isten csak kiánya, szavak hajlatának, minden mondatának, esőt jósolok ma is annak ritmusára. Mondod, hogy te most éppen senkivel se, hogy idéznél belőle, de nem tudod kivel se. Ha lányok, fák, akkor én szúnak teremtve, ragadtam örökre. Lebújtam magamban, pörögtem, rúgtam, kettőt, hármat, lábbal.
minden srácnak a szíve lesz az ágya. Nem helyett az ember, igen, nincs csinálja. Minden mondatának tártalan világa állítása legyen. Biztos jó a vokál, csak nem halljuk. Én hallottam, és nagyon jó volt. Ez is valami baj. Tehát igazából a zenekar belüli barátság okán nem is mondhatnék mást. Szerintem is jó volt. Szerintem gyönyörű volt. Jó, hogy végre itt vagytok, fiúk. Mi is nagyon örülünk, hogy itt vagytok velünk, és hallgattok. Én meg örülök, hogy ti itt vagytok. Én nagyon örülök, hogy ezekkel az emberekkel zenélhetek. Remélem, ti is örültök, hogy ezekkel az emberekkel zenél. Nem, hát nagyon jó tényleg most, hogy meg hát köszönjük az OMC-nek ezt a lehetőséget, mert tulajdonképpen egy olyan szintű cuccot raktak itt talánk, ami hát referencia értékű számunkra. Eldöntöttük, hogy holnaptól minden nap így próbálunk. Igazából ez lenne jó, mert halljuk, hogy a Bálint milyen szólamokat játszik. Most már, és ez nagyon-nagyon üdítő dolog. De ki figyel a billentyűre? Ki figyel? Én tuti nem. Én... Közben ráadásul megkérdezték, hogy lesz-e teppingelős szám, úgyhogy Gergő kell... Lesz-e teppingelős szám? Teppingelj egyet a kedvünkért. Azt gondolom, hogy én csak ezt tudom. Azt hiszem nem lesz teppingelős szám. Ja, teppingelős lesz. Igen, azt tudom, ki kérdezte. Ez az ötvös Soma. Üdvözlőleg Soma. Azt gondolom, hogy... az értelmiség vezetője a Soma. A teppingelős az egy nagyon régi szám, aminek az a cím, hogy Örök buborék, amit a zenekar első gitárosa írt, olyanképpen Bagaméri Matyi, de sajnos ezt nem játsszuk, de ha nagyon szeretné mindenki, akkor megtanuljuk majd egyszer. Na, gyerekek, akkor egy nagyon szép számot fogunk eljátszani az Amíg álmodikról, az pedig az Érdekel lesz. Drámai D-hang. Érzitek a drámai D-hangot? Nézzétek a Bálintot. Hát komolyan mondom, ő így tud játszani? Hát ezért játszik velünk. Ezért vettük fel. De nem érted, jöttem. Látod, egyáltalán nem érdekel. Mondtam, egyből padlóra köptem. Ez én lennék. De ez sem érdekel. Sikolt hozhatsz majd lenn a mélyben. Én biztos nem megyek le arra mérget.
vetsz, inkább csak lenézek és kacsintok. Hidegen hagysz, hiába most sem érdekelsz, nyár van, hát most telel. Hiába most sem érdekelsz, nyár van, hát most telel. Hiába most sem érdekel, másban lenni miért viszel, hogyha nem érdekel. Másban lenni miért viszel. Elájulhatsz, én biztos ásítozom addig. Apád vagyona lelkileg nem érint, én pókerem veszítem el. Hiába most sem érdekelsz, nyár van, hát most telet. Hiába most sem érdekelsz, nyár van, hát most telet. Hiába most sem érdekel, másban lenni miért viszel, hogyha nem érdekel. Másban lenni miért viszel. Engem egyáltalán nem, most sem érdekel. Nem érted, jöttem. Látod, egyáltalán nem érdekel. Mondtam, egyből padlóra köptem. Ez én lenni, ez sem érdekel. Nagyon szép szám volt. Köszönjük szépen, hogy továbbra is velünk tartotok. A Szorban Szexuál koncertjét látjátok. És a következő dalnak az a címe, hogy Bécs. Amikor az ember lemezt csinál, akkor általában nem tudja, hogy mely dolog lesznek a koncerten működőképesek. Én is kiderült, hogy ez a dal, ami tulajdonképpen kicsordult. Ez, hogy nagyon-nagyon szeretitek a koncerten. És valószínűleg nekünk is tök fontos, ugyanis benne van az a három város, ami ez a zenekar úgymond kötődik. Nyilván a Balú kapitány, a nagyszerű pécsi, a Vitányi úr, a nagyszerű civisvárosi, és mi ketten a budapesti harcosok, és már sajnos nem Nagy Tétényben lakik a Dávid, ezért nem lehet azt mondani, hogy Nagy Tétényi metronom, de továbbra is ezt a gyönyörű várost erősítjük. Jön a Bécs. Te Bécsben felejtettél, minden bordámon zongoráztál, most visszaélsz. Durban neveimmel, neked a város London, Párizs, nekem Bécs, a civis, a két kert, visszaélsz az egésszel. Mert én itt csinálom, ahol az ember harisnyában nyúl magához. Maga mutogató fajta, ő mindig koronában. Miénk lesz majd minden erkély, Nápolyban, Firenzében, minden kilépő Pesten, minden földút a Párciumban, tudod, ott is hagytál már engem, mint gyermeket felnőttben, küretre tereltél. Mert én itt csinálom, ahol az ember harisnyában nyúl magához. Maga mutogató fajta, ő
koronában. Mert én itt csinálom, ahol az ember haristában nyúl magához. Maga mutogató fajta, ő mindig koronában. Vége! Bicsben felejtettél, minden pontám a zongoráztál, most visszaér. Tudva a neveimben, neked a város mondom Párizs, nekem két a cím is a két kell. Visszajelsz az egész szemem, nagyon szép volt. Köszönjük szépen. A következő dalnak a klipjét úgy gondolom, hogy már láttátok. Remélem, mert a felvezetőben volt. Ez a Boldog című dal, ami a mindenkori refrénekről szól. Továbbra is egyébként tudtok feliratkozni, meg CD-t nyerni, írjátok be, hogy Sorbon. És akkor az Amíg Álmodik című harmadik nagylemezünket nyerhetitek meg. Most már én is tudom, hogy dedikálva. Szóval ez nagyon fontos. De mint az állat. De mint az állat. Úgy dedikáljuk. Lehet, hogy le is videózzuk, hogy dedikáljuk. Az is biztos. Na, szóval jöjjön a Boldog az. Csak refrényeid vannak, nyertél. Győzelmet nyerni nem is fáradt. Kényelmesebb múltra várnak. Az énjeim ma megállóan. Zsíros pitvarba köpök tényleg. Üvölt sötét panelokban. Kettes az is szép szemétek. Boldog az, aki megjön ilyen refrényben. Csak refrényeid vannak, nyertél. Öröm helyét nem találva. Csak belém kérdez, csak belém szállva. Fajba fürdik, rizset tercol. Az ellenség szíve egy margarin kalap. Soha nem emelték, tűre olvad. Kisek egyére száradva marad. Boldog az, aki megél ilyen refrény mentén. Csak a létet felismervén, kívülről is belseje. Pesgő vagy, kristályban kijöntelek, kijöntelek, kijöntelek. Kijöntelek! Akarat a gyenge! Lehetőséggel
aki megér ilyen refrén mentén. Kétszer volt egyszer túlél, most miért lett mennyit él? Most miért lett mennyit él? Oh yeah! Köszönjük szépen! Vitikém, azt kell mondanom, hogy az a komment érkezett, hogy micsoda baseline! Kérem szépen, Vitágyi Dávid, ex-Becski utcai lakos, a Tomszelek hasonmás verseny negyedik helyezettjét láthatják. Na, hát akkor... elérkezett az a pillanat, amikor egy nagyon szép számot szeretnék játszani, az Édesanyám, Édesapám című dalt, ehhez le kell vennem a gitárom. Hányan vannak? A mindenit. Hányan vagytok? Nem mondom meg. Én nem látok el tévéig. Nem mondom meg, mert akkor izgulni fogsz, nem mondom meg. Na, halljuk. Nem illik. Jó. Gyerekek. Most figyeljetek. Édesanyám, édesapám, a platán ördög húzott magán, megtalálta a csomót a kákán, megtalálta a csomót. Medve bőrben, bárány nyakán, ő úgy viszi táncba, szegény édesapám. Rossz fát tettek emberek a mágián, rossz fát tettek emberek. Panelházban nyíltak csak rák, csak tánc maradt, csak vér, csak rák. Hideg lányok körbeülnek, nagyon hidegek. Olyan szó nincs, hogy hatalom, én előrlődök, anyám a malom. Kövér galambok oda gyűlnek, nagyon kövérek. Fogalmazzunk úgy, hogy fogalmam sincsen. Fogalmazzunk úgy, hogy fogalmam sincsen erről az egészről. Fogalmazzunk úgy, hogy csak láncokat ütöttem. Fogalmazzunk úgy, hogy csak láncokat ütöttem. Ütöttem. Mert én fiatal voltam, elmeszesedtem a Margit hídról. Lógnak ketten, így hozzá a másik énje, így hozzá a másik. Hát elkol az izzad, markolatnak át jobb, ha engem békén hagynak. Neki dőlt az üres fülkének, neki dőlt a fülkének. Mi meg egyszer ültünk ketten a parton, a Városliget sűrű vadon, ezer meg ezer csontos erdő, ezer meg ezer. Mi meg felmenekültünk ketten a tombra, jutott szeretet minden atomra. Apám a bórát hiába csapja, apám az órát. Fogalmazzunk úgy, hogy fogalmam sincsen. Fogalmazzunk úgy,
hogy fogalmam sincsen erről az egészről. Fogalmazzunk úgy, hogy csak láncokat ütöttem. Fogalmazzunk úgy, hogy csak láncokat ütöttem. Anyám fogai kihullottak, kutyáim, macskáim, mint halottak, nem ég le már a konyha. Kíváncsi ivarsejt voltam, hordítottam, de nem toporzékoltam, fegyelmezetten áll, fegyelmezetten áll. Anyám fogai kihullottak, kutyáim, macskáim, mint halottak, nem ég le már a konyha. Kíváncsi ivarsejt voltam, hordítottam, de nem toporzékoltam, fegyelmezetten állj, fegyelmezetten állj. Fegyelem, figyelem. Hát, köszi. A kis családom leuralta a csetet. Ez nekem nem tetszik. Az Imhof család leuralta a csetet. Nem olyan nagy probléma ez, szerintem. Szubolni egyébként lehet ezt a családnak is. Ja, igen, lehet. Csurran cseppen. Zweidrei című számunk következik, németül fogom ezt most ugye elénekelni. Vagy hát zsimali amszibitő pnoplis, ugye a nevedő szonkon. Vagy franciául, vagy... Sivás, az. Ennek a dalnak az az érdekessége, aki nem tudná, hogy a Kifutás című lemezünkön van, amely egy nagyon kedves lemez számunkra, és a refrényét nagyszerű barátunk Beg Zoli énekli. Most nem ő fogja, hanem én. De így is nagyon szép lesz. Így is szép lesz. Szerzadok, lázadok, lenyugodtam, expresszi árat felejtek, kevertek. Hosszú lépés, rövid zárlak. Kezdtem meg borcsó a Valeriána és a lőre helyettem bevettem. Ki is rájtam a szilvétőre. Vaskezek tervezik erdészetnek, kiabálunk, készítek mamucsukát majd. A fákra majd, tetoválunk. Semmi sem érti meg a Greenpeace-nél, mert telefonon vagy e-mailben reklamálunk. Telefonon vagy e-mailben reklamálok. Hoztam neked friss lelkeket, kíváncsi vagyok, meglepette. Elhozottó, maradandó, maradandó, szerelmes pete. Legyen nagyon, legyen fiszke, legyen néki nyugalma is. Minden nap rúgjon kettőt, hármat, soha senki sem. Szakítsuk el! A térdem tiszta murva kagyló tetem, ha letérünk a folyókör. A fintrákat majd megetettem. Századok, lázadok, lenyugodtam, expressz járat felejtek, kevertek. Hosszú lépés, rövid zárlak. Hoztam neked friss lelkeket, kíváncsi vagyok, meglepette. Nem zondó, maradandó, maradandó. Legyen ágya, legyen fészke,
A szakavatottak vannak, az emberek, akik a fülükre izzadnak, ezért a fülmonitor lépten nyomon kicsúszik a fülükből. Na, nem gyerekek, baj, mert van pentaton. Tessék? Van pentaton, nem baj. Van pentaton. Gyerekek, a ma hálán pentatont fogjuk megtanulni. Jövő héten a G-szó. Ja nem, az nem az a hang, nem. Nem vagyok gitártanár egyébként. Na, következzen a kapcsoló című dal. Van az az egy kapcsoló, van-e az az egy kapcsoló? Lét, nem élet, ezek a kérdéskörünk. Te sorsod és aram, nem várok már olyat, mi kibontja vagy ellepi, de soha meg nem ismeri. Az én saram, a te sorsod, mit mocskaidból kibontok, hűvös tenyér a szárazon, az éveimet rád hagyom. Hadd rágjad még magad, épp köré fonalad, vátázott kötelét, szorítva fogak közé, így mondja még, ez nem világ, pislákol a mellén át, mellettem most úgy zihál, minden énem odaáll, s kimondta, hogy elviszem, ezt is csak rád hagyom, nincsenek életek, a te mesétben láthatom, hogy igencsak hihető dobogás vagy. Hallgatom, nincs ritmusa, bogyarabb ruhája van, minden nap üldözi, de nyomát is csak ütreti, nem képzelem, nem szerelem. Nincsen már története, nem hiszem, ó, nem hiszem, hogy meg tudom ezt oldani, mert nincsenek életek, a te mesétben láthatom, hogy igencsak hihető dobogás az erő, nincs olyan, tényleg nincs. Amivel már végre, végleg lekapcsolhatom, de nincs olyan, tényleg nincs, a te mesétben láthatom. Térdelj fel, kászálód, hülye gyerek, te mit csinálsz? Bered fel, ruházd el, az út még, hogy a világ, az út, hogy nincs olyan kapcsoló. Phil Collins! Dobogás vagy. Hát ez volt a kapcsoló, gyerekek. Azt kell mondanom, hogy őrültem boldogok vagyunk, hogy játszhatunk, és őrültem boldogok vagyunk, hogy itt vagytok velünk ennyien, és nagyon jó volt itt lenni. Eljátszanánk akkor a végén egy nagyon szép dalt,
az éberség címmel. Nem szerelem, hanem éberség és pusztulás filozófiai alapokon. Köszönjük szépen! Biztos az, kétség se fér. Véletlenek ez is ér valamit. Most már tudom, de nem mondom el. Zászlóm a föld, az ország tele, tele. Megtaláltam, nem úgy hívják, nem tudhatod. Patak vagyok, a homlokodon elfolyok, nem úgy hívják, nem szerelem. Pusztulás, ez éberség, pusztulás, ez éberség, pusztulás, ez éberség, ez éberség, pusztulás, ez éberség, pusztulás, ez éberség, pusztulás, ez éberség. Köszönjük szépen! A Sorbonne Szexuát láttátok, hallottátok. Reméljük, találkozunk mielőbb egy-két nyári fesztiválon, ahol reméltek fogunk játszani. Csókolunk benneteket. Köszi, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen a Sorbonne Szexuálnak, ez nagyon... Vagy szexuálnak. Szexuál? Hát elég az volt, sajnos, igen. Jó, Sorbonne Szexuálnak. Köszönjük szépen. Hát ez elég király volt, és ne felejtjétek, hogy még mindig lehet játszani, úgyhogy ha feliratkoztatok, utána írjátok be a chatbe szimplán azt, hogy Sorbonne, hogy tiszta legyen, előbb iratkozzatok fel, aztán megjelenik egy csillag a nevetek mellett, és aztán lesz érvényes, hogyha odaírjátok, hogy Sorbonne. És nyerettek egy dedikált lemezt, ami elég király. Most pedig hagyjuk a srácokat átpakolni, hiszen mindjárt beszélgetünk odakint, és nézzünk meg előtte egy jó kis klippet. Mit szólsz, Szini? Yeah.
Szevasztok! Ez itt még mindig az OMC mai műsora, és még mindig itt van velünk a Sorbonne Sexual. Úristen, ezt olyan nehéz már kimondani. Egyből elrontottad, Huni, hát ez hogy lehet? Hát ugyanúgy, ahogy eddig is. Eddig mindig szexuálnak mondtalak titeket. Sokan mondták már ezt, de igen, ez egy nehéz kérdés, mert ugye nem az van írva, hogy nem esszel van írva, nem hogy hát esszel van írva, csak hát az angol száz nyelvterületről érkezők pontosan tudják, hogy ez egy esz. De igen, hát ez egy, tehát ez a névkérdés, ez egy ilyen hogy mondjam, nehéz kérdés, mert amikor mi elkezdtünk így összejárni, zenélgetni, vagy hát nem tudom, tehát hogy az ilyen klasszikus értelemben vett zenekarcsinálásnak nem mondható, hanem csak ilyen dalösszerakás próbateremben, akkor ugye az történt, legalábbis, de javítsatok ki, hogyha nem ez történt. Én nem javítalak ki. De te ne javíts ki. Én még nem tudom. Te nem tudod, mert akkor még szinte nem is éltél. De hogy az volt, hogy ugye nevet kellett találni, vagy valami, de hogy nem az volt, tehát azt akarom csak ezzel mondani, hogy nem ilyen klasszikus módon volt, hogy most ugye az van, hogy hát indítunk egy zenekart, és akkor rögtön egy klip, meg rögtön egy lemez, meg minden, mi nekünk ilyen koncepciók nem voltak, tehát a névválasztásban se, tehát az, hogy most valami olyan nevet választunk, ami majd ilyen tényleg kifejez valamit, meg nem is nagyon hiszünk talán ebbe, vagy én legalábbis nem. De hogy felírtam a neveket, és akkor hát volt még ilyen alibi aktus, meg ilyen fesletfét is, meg ilyenek voltak. Hát ugye ilyen kicsit talán a 80-es évekbeli underground világ ilyen progresszivitásra vezetett engem ebben a névválasztásban. A fesletfét is egyébként a vidi ötlete volt. Na mindegy, és akkor végül alliteráló név, és akkor tulajdonképpen ez így mindenkinek tetszett, és akkor azt mondtuk, hogy legyen ez, de hogy ez egy ilyen 40 másodperces ügy volt. Tehát, hogy ez nem az volt, hogy akkor így órákon keresztül, Jézusom, milyen a neve, hanem egyszer csak így ez lett. De akkor benne volt, hogy ez csak egy címke, és akkor majd úgyis igen, mert hogy igen. Tehát, hogy nyilván az és a zenekara, és a band, meg a nem tudom, szóval nyilván ezek fel sem merültek, ugye? Más meg egyáltalán nem, vagy nem tudom, szóval nem izgultunk rá erre a témára. És aztán ugye, mivel utána elkezdtünk nagyon rossz felvételeket készíteni, utána már nem változtatunk nevet, mert úgy éreztük, hogy ez így jön azonos, hogyha ez marad. Vagy legalábbis én ezt gondolom. Hát igen, ez kifejez egy olyan gondolkodás, még hogyha azt is mondod, hogy úgy annyira nem hiszel abban, hogy a névvel túl sok mindent ki kell fejezni, de hogyha már nem gondolod túl, az már szerintem azt utólag mondhatja. Nyilván bele lehet magyarázni, de én nem szeretek belemagyarázni dolgokat, mert ugye a Szorban ugye a párizsi, nagyszerű párizsi egyetem, és a szexuál meg a szexuál, és tehát, hogy ezzel csak azt gondolom, hogy a Szorban, hogy kicsit ugye, hogy nyilván az alternatív szénának, hogyha nagyon erőszakosan oda akarjuk sorolni a zenekart, bár ez is egy vita kérdés, akkor mondjuk az egyik fele akkor inkább egy ilyen értelmiség alapállás, a másik meg a rock and roll, ugye amihez hozzátapad nyilván a szexualitás bizonyos értelemben, de nem úgy, ahogy ezt gondoljuk, hanem csak szimplán az, hogy a rock and rollnak a hevülete. Tehát ez a zenekar, de lehet egy ilyet értelmezni. Mindjárt visszatérek erre, de már Vititit bemutattad így gyakorlatilag becenévvel, hogy aki nem ismerné a skacokat, van belső becenév lista, vagy hogy van ez? Mondjátok el akkor. Én a Balú vagyok. Szia, Balú. Sziasztok, én Dörő vagyok, néha MC Dörő. Néha, régen. Én meg Viti, de a Gergő már említettem. Viti, Vitányi Dávid. Gergő meg Geri. Én nekem nincs becenevem, mert... Messengerben Gercsi Y-nal. Így van, de régen hívtak. Geri maga a Szorban szexuáltatott. Úristen, akkor merre menjek kifelé? Hát nem, akkor változtassatok, Szorban Sexual and the Band. És a zene. Vagy Karádi Gergő és a Szorban. Vagy Karádi Gergő a Szorban, ez lenne az új nevünk, nem? És akkor ez már, igen, like deficit, ezt úgy hívják, ezt a jelenséget. Itt felolvasok egy kommentet, ami a Magába pörög című dal alatt ment, ami az, hogy úristen, ezt a számot még kb. Én nagyon sok éve hallottam Völgyben, mekkora nosztalgia. Hát nekünk is az volt. Hát nem tudom, egyszer játszottunk a Chipser kertben, és
valószínűleg ott történetett ez, hogy eljátszottuk. Mert akkor még nagyon sok számunk talán nem is volt. Már mindig sok számunk volt, csak ugye felvéve mindig kevesebb. Tehát mert azért nagyon sok dalt írtunk mi olyan dolgokat is, amik ugye nem kerültek be aztán a felvétel Pixisbe. Hát igen, tehát igazából elég termékenyek vagytok azért, mert most 15-ben volt a Fáma, 17-ben a Kifutás, most hát meg igen, az, azért három évente egy lemez, azért az termékenynek mondható mindenféleképpen. Nem akartam elmondani, hogy én három évente. Nem akarom itt a nagyszerű felvezető obstuhálni, de hogy... Kihúztam a nyelvem. Nem, hát az volt nyilván, hogy a zenekar egyébként azt el kell mondanom, hogy nyilván egy ilyen elég furcsa utat járt be eddig, tehát hogy nyilván az ilyen nagyon sok, hát viszonylag sok tagváltásunk volt, vagy ilyen kilépések meg ilyenek, és hogy ezáltal nehezen, szóval nehezen találtam meg magát így szilárdan a történet. Persze közben készültek lemezek, és mind a három lemez tulajdonképpen más felállással készült, és talán még ki sem mondtuk magunknak, de mind három lemez más felállással készült. Tehát az első lemez az nem egy triós lemeznek hangzik, de egyébként egy triós lemez. Uh-huh. A következő lemez az már kvartettes lemez, de akkor a Galgóczi Olivér gitározott, aki most az Idegent erősíti. És most meg a Kedves Bálinttal csináltuk a lemezt. Csapkodom én a csapkodni valót. Hát csapkodja, és jó is csapkodja, jó is csapkodja. Mert elhívtuk, csinált egy ilyet, és azt mondtuk, hogy maradjon. Ja, és akkor ez történt. Ahhoz, hogy belépj a bandába, csapkodnod kell? Hát a tenyeres akkordok, ugye? Igen, a tenyeres akkordok. Ez a szakszó. Igen, mert Bálint nem zongorista, billentyűs. Igen, ez más. Az a különbség a zongorista és a billentyűs között, hogy a zongorista a zongorista, a billentyűs meg nem tud zongorázni. Viszont a zongorista meg nem tud billentyűzni. Néha, ugye? Néha. Már hát, hogyha a Linuxot nem tudja kezelni, akkor elég nehéz, ugye? Tehát... Meséltek már arról egy kicsit, hogy itt olvastam valahogy Vitivel, te egy reggi zenekarban játszottál. Úristen! És levetkőztétek ezt később magatokról, így fogalmaztál. Mint magát a reggi zenekar, mondasz? Hát, hogy ezt a reggi zenét talán? Szerintem igen, még a legelső próbálkozásokban, amik így szerencsére a próbateremben maradtak, és ott is jó helyen vannak. Azok az úgy jó volt, de mit akartam mondani? Regit játszottunk, de hogy igazából nem... A Gergővel azért kezdtünk el külön zenélni, mert mondta, hogy szeretne csinálni egy zenekart, és akkor mondta, hogy rám gondolt, és akkor már úgy hívott el, hogy ott volt a Dörögdi kolléga, és akkor ott elkezdtünk jammelni egy ilyen órabéres próbaterembe, és így azt gondoltuk, hogy ez jó, és ezért csináltuk nagyon sokáig is. Nagyon állat, mert Dörög meg... Elértünk ide az OMC-be. Ja, na igen, a csúcs. Azért csak nem a csúcs, még majd innen van még. Már reméljük. Már nem azért, tök jó. De egy jó lépcsőfok. Dörővel meg úgy ismerkedtél meg, ugyanez szerint a cikk szerint, hogy Green Day-t játszottál annó, és csörömpöltél, mint állat. Igen, ott volt régen egy zenekar, ahol hárman voltunk, és nem volt énekesünk, úgyhogy kénten voltam én énekelni a dobok mögül, nice. hogy azért legyen valami, de... Nagyon jó volt. Nem. És akkor volt az István Tajan elő étteremben egy koncertünk Budafokon. Nem hakni volt, ez egy komoly rock koncert volt. Tehát hiába a név megtévesztő lehet, mint István Tajan. Megtévesztő lehet, de hatalmas aréna buli volt. És akkor a Gergő valahogy oda csöppel, nem tudom ki által. Mert de... ismert valaki téged az osztálytársaim közül, és akkor... De én nem ismertem a Gergőt. Hát nyilván nem. És akkor... Látta ezt a koncertet, és akkor utána jött oda, hogy faszó volt, és hogy szeretne csinálni valamit közösen. Vagy igen, oda mentem, megmondom, akkor én elmondom, hogy történt. Tehát úgy történt, hogy a Dörögdi ledoboltott az eget, legalábbis nyilván, hogyha most visszanéznénk, lehet, hogy máshogy vélekednénk erről, de nekem akkor az a pillanat, az egy ilyen nagyon erőteljes pillanat volt. Azt hiszem a Green Day, ugye a Basket Case volt, meg az American Idiot. Azt hiszem, hogy ez a kettő, ugye, de a két legnagyobb sláger volt akkor. Nagyon menő volt a Green Day, és én is imádtam, és nagyon lehengerelt, és akkor odajött a Dávid, és mondtam, Dávid, hát ez isteni volt, ez nagyon jó volt, figyelj, csináljunk valamit, zenekar, van már basszusgitáros, vagy még nincs, de majd lesz, és akkor csináljuk, Dávid, jó, szia, és elment.
Tehát hát nem, igen, nem volt, és mondtam, ezt évekig nem is nagyon beszélt. Odajött egy csávó, és így nagyon fura volt, és akart az elkartsága, és mondtam, hogy jó. De hogy igen, az első bejelmásra a Gergő érdekes volt. Tehát, nyomta a rizsát, mint a most is, és akkor így pislogtam meg. Igen, de örülök, hogy odajöttél, köszi. Szíves. És a többi már történelem. Igen, a regi zenekar az maga annyit, hogy egyébként innen köszönjük, és most lehetőségem van országvilág előtt megköszönni Danonna MC-nek, a Bart Ákosnak, mert hogyha vele nem kezdtem volna zenélni, akkor nem találkozom a Dáviddal, mert hát a Dávidot valahogy összeszedték valahol, és akkor eljöttek basszújtározni, és akkor ott találkoztunk, szóval, és ez egy érdekes dolog volt, mert ugye egyikünk sem, vagy én legalábbis én szerettem a, most is szerettem a regi zenét, de hogy nem voltunk olyan fanatikusak, csak valahogy úgy a légkör úgy jó volt, és akkor nyilván benne ragadtunk, aztán nyilván, hogy a Sorbon próbák gyarapodtak, így kicsit kevésbé volt odafigyelés a, nem is tudom már mi volt a zenekar neve. Na mindegy, Kill a Fogdám, igen, ez volt a neve. Na, szóval ennyi a történet. És aztán egyébként van egy ilyen név, ami visszatér, Bagamatyi, így. Bagamatyi, hát igen, a zenekar első gitárosa volt, mondhatni. Hát... kommentált, vagy hogy tér vissza, hogy örtök? Nem, olvastam rólatok egy kicsit a cikkeket, aztán Bagamatyi nagy. A Bagaméri Mátyás, az első gitárosa, de annak olyan az iskolá, középiskolai osztálytársam volt, és akkor azért lett ő a gitáros, mert tulajdonképpen ő is gitározott, és akkor gondoltuk, hogy akkor, ha már ő is gitározik, és én is, és minden nap találkozunk, akkor gitározunk. És akkor egyik osztálytársunk, nem is volt erről szó, hogy zenekar, és akkor az egyik osztálytársunk mondta, hogy de ti csináltok egy zenekart, nem? És akkor mondtuk, hogy mi nem csinálunk zenekart, és aztán elgondolkodtunk, és akkor mégis valamit kéne csinálni. És emlékszem, hogy még egy másik osztálytársunkkal voltunk Akusztik Kultúrkör néven, egy budaveri művelési házban egy tehetségkutatón, ahol a Török Ádám meg a Gerendás Péter volt a zsűri, és valami iszonyat rossz számot játszottunk nagyon hamisan. És az volt az első színpadi, talán az első színpadi megjelenés. És akkor Matyi játszott, és aztán volt egy ominózus koncert, amin ő kilépett a zenekarból, mert nem tudom már miért lépett ki, de nagyon köszönjük, hogy... Ja, nem, elromott az erősítő, és... de nem, mert nem akarjuk itt, nem, hát tényleg az volt, hogy képzelj egy olyan koncerthelyzetet, hogy akkor még ugye nem tudtunk koncertezni, most is csak kapizsgáljuk, de hogy akkor még nem az volt, hogy profi megoldott, hanem hát megpróbáltam, a Matyi mondta, hogy hát figyelj, sajnos az erősítő, hogy valahogy elszállt, és így lement. És akkor maradtunk trió. De nem ennyi a történet, hanem lement, és akkor elkezdett ott a barátnővel sörözgetni, meg minden, közben lejátszottunk három dalt, azért mégis ugye olyan témákat kellett játszanom, akkor még nem tudtam gitározni, meg akkor kezdtem el gitártához járni kb. És akkor keresgéltem a harmóniákat, vagy hát riffeket, mert ugye hát mi harmóniákat nem ismertünk, ugye már, tehát mi csak riffeket ismertünk, és akkor ott egy kicsit íz, és akkor nyilván ott próbáltam a iszonyat nagy tömeget, ezt a 26 embert így biztatni, hogy Matyi, és akkor végül is egy ilyen tömegnyomásra följött, és azt mondta, hogy megcsinálom. És akkor vonalba, ugye ezt a szakavatotok tudják, hogy nem erősítőről szól, hanem vonalba legdújtuk a gitárt, és végül is vonalba játszottunk, de utána elmentető egy másik, egy teljesen egyenrangúan gyönyörű másik zenei világot szeretett, ő a Steve Vai, Joe Satriani vonalon mozgott. Ja, azért írták a teppingelést, akkor gondolom. Meg a kis pások vonalon mozogtunk, és hogy nyilván ez a kettő, ez, tehát a kis P és a Joe Satriani között azért egy stilisztikai űrt átunk azért, tehát azért ezt nem, de nem az egyik javára, vagy a másik deficitjére, de hogy, na, szóval érted, ez volt, és nagyon érted, de köszönjük, hogy játszhattunk együtt, mert nagyon tanulságos volt. Na, és egyébként haladjunk az idővel. Nyilván ott volt a következő gitáros Galgóczi Olivér, akivel megcsináltatok az albumot, de közben neked is, nem tudom, az elején itt már a bandában magyarul nyomtad a szövegelést? Mi csak magyarul, mi nem gondolkodtunk angolba. Mert amikor te elkezdtél szöveget írni, meg zenélni, valamelyik interjú során megemlítetted, hogy még angolul megpróbáltál. Vannak is angol dolog. 1, 2, 3.
De aztán viszonylag hamar tértél át. Hamar, mert az kép... Az ömlik belőle, gondolom. Nem, mert azt gondolom, hogy nem tudok úgy. Tehát nem tudom, nem jut eszembe a Blahol lőzetére, hogy oh yeah, baby, I love you. Tehát valahogy más dolgok jutnak eszembe, tudod? Amit mondani akarsz. Tehát igen, tehát valahogy más jut eszembe, hogy kimegyek a konyhába, és nem ez jut eszembe, hogy I can get no satisfaction, mert valahogy így nem jut eszembe. És nekem mindig ez volt a problémám ezzel az angol szövegírással. Azért azt említsük meg, hogy azért, amikor Ljubljanába jártunk. Bocsánat. És akkor ugye ott azt gondoltuk, hogy majd a ljubljanai népeket megfogjuk jól. És ez egy angol dal. Ez az úgynevezett New York Sea. De úgy, hogy a 24 fős közönségnek a 3/4 magyar volt egyébként. Ilyen, igen, volt egy angol házaspár, azoknak nagyon tetszett. Próbáltam angolul konferálni, hogy a így konferáltam angolul, és akkor ezek így próbáltak így, mondták, hogy that's wonderful, that's a wonderful band, és akkor ők neki nagyon tetszett, de a többiek magyarok voltak, és én írtam egy helenyészet tulajdonképpen egy Laura Marling transzkripciót, ami tulajdonképpen Mirror Sea, és akkor azt éppen eljátszottuk. És akkor... Hazafelé meg Laura Marlingot hallgattuk. Így van, és ez nagyon jó volt. És... ez a Ljubljana egy erősen mínuszos koncert lett, mert azóta sem utalták a Gázsit. Azóta sem utalták a Gázsit, mert ezt én kötöm, mert akkor még a zenekarnak nem volt menedzsere, és akkor én kötöttem ezt a koncertet, ami ugye úgy szólt, hogy nem is tudom már hely nevét mi volt, de emlékszem, hogy rosszul mondtam ki, mert a szlovén srác kiröhögött. Prulcsek. De nem még Prulceket mondtam, és röhögött, hogy Prulcek, azt a rot! Emlékszem, és az a helyzet, hogy az, igen, de jó élmény volt alapvetően Ljubljanába koncertezni. Én ráírtam egy helyre, és akkor mondták, hogy jöhetünk, és leírt ilyen százalékokat, meg ilyen dolgokat, hogy megjöttem, és mondtam, hogy oké. És akkor ugye, de azóta a zenekarnak van menedzser, és ilyen problémák nem merülnek fel. Kell az is azért a menedzser. Senior Imhoff írja. Ajjaj. Egy reggel láttam egy valamit, ami nagy volt, és olyan volt, mintha döglött lenne, de nem az volt, hanem mozgott. Most pont ilyesmit látok élőben a képernyő jobb oldalán. Ez ugyanaz? Az a bajszos ott. Gábor, szeretlek. Tehát az a helyzet, hogy ezt nem hittem volna, hogy ilyen komment is jön. Köszönjük a kommentet. Jöhetnek még egyébként a kérdések, mert nyilván fel is tesszük a skacoknak. Plusz még a játék is zajlik, úgyhogy ha szuboltok, és ott van a csillag a neveteknél a chatben, akkor írjátok oda, hogy sorbonne, két ennel. Így van. Mint a zenekarnak a nevének az első szava. És Udikám. Sebestyén Balázs 2. És akkor játszotok, és megnyerhetitek ezt a gyönyörű CD-t. Fogd meg ezt, fogd meg. Ezt. Gergő nem jár hozzá. Ahhoz nagyon sokat kell szavazni. Ja, és ezt még alá is írjátok. Alá is írjuk, igen, ez az Amíg Álmodik című harmadik nagylemezünk. Nagyon szép hölgy van rajta. Így van. És lesz még egy klip, amit lejátszanánk, a Boldog az. Akartok egy kicsit mesélni róla, mielőtt lenyomjuk? A Boldog az az Regős Ábel rendezte. Tulajdonképpen ezt a Fülesbogoly tehetségkutatón nyertük ezt a klipet, tehát ez egy nyeremény klip volt. És akkor az Ábel elképzelt hozzá egy ilyen nagyon színes, nagyon rikító, ilyen gumilabdán ugráló, ilyen vicceskedő klipet, és tulajdonképpen a dalnak a tartalmi része vett, természetesen ez nem igazán korrelál, de mindenképpen vannak benne szép képek, például amikor a Balú alatt az egyik labda ugye csütörtököt mond. Például ilyen volt. Vannak benne nagyon szép ruhák. Köszönjük a nem mondjuk ki melyik üzletnek, akik a ruhát hozták. De nagyon szép ruhákban vagyunk, igen. Hát akkor nézzük meg is. Nagyon jó a dal egyébként, nagyon szeretjük. Talán ez a legjobb része. Igen, ez a legjobb. Tehát a dal a legjobb része egyébként. Ja, de nem van. Szeretjük, csak na mindegy, az lényeg. A Dörögdi dala egyébként, ez már óriásokat dobol benne, ezt érdemes figyelni. Figyeljétek majd. Le is játsszuk a klipet, Cini, mehet?
Üdv újra itt, még mindig itt vagyunk a Sorbonne Sexuállal, és még mindig megy a nyereményjáték, a skacok mindjárt alá is fogják írni ezt a lemezt. Mutasd csak, Zoli, hogy hogy is történik ez. Ezzel a gyönyörű aranyfilccel, léci. Ez, hajrá, valaki. És akkor miközben nézitek, ahogy aláírják, elmondanám, hogy még mindig lehet játszani. Iratkozzatok fel, subscribe-oljatok, körülbelül $5 értékben kell subscribe-olni, azt hiszem az a minimális, és írjátok be, hogy Sorbonne, mint a zenekar nevének az első szava, és akkor részt vesztek a játékon, ahol kaphattok egy dedikált lemezt a zenekartól, amit kiküldünk nektek. Egyébként meg van Patreon oldalunk is, ott is támogathatjátok az egész OMC-t, hogy fennmaradhassunk, és hogy tudjunk még ilyen koncerteket csinálni, mert ki tudja, hogy... Mindenképp tegyétek meg ezt, igen. Ki tudja, mi lesz a jövőben eleve, de egyébként szerintem, hogyha nyitás lesz, akkor is érdekes lehet egy ilyen, sőt, én nagyon, nagyon érdekes. Azt érzem, hogy ez a jövő, mert a gamereknek hogy megy már, de nem? Szóval pénzügyileg. Én azt hallottam, hogy ez a magyar KXP, vagy nem tudom, vagy van egy ilyen felvetés, vagy hallottam, mert urban legend. Vagy ilyen hallottam már, hogy ezt így mondják. Aha. Vagy valaki mond, vagy olvastam, igen, vagy ezt írtátok magatokról. Nénikék magatok a boltban. Jó, szűkül a kör alé. Nekem is csicseregték már így a madarak egyébként. De ez egyébként halad-e felé, vagy én nagyon örülök ennek, mert ebben hiányt látok. Vagy nem tudom. Na, most jaj. Már nem látok, mert hogy itt van ez, de hogy ez szerintem nagyon jó. Na mindegy, nem is erről kéne hát beszélni. Hát meg egyébként jó lenne elindulni egy diskurzus is, majd ezt is igyekszünk nyomatni, úgyhogy szívesen várunk bárkit, aki szeretne témákat felvetni, és azt a magyar hatalmas zenei iparnak a tudtára adni, hogy mi a véleménye ezzel kapcsolatban, és ezáltal beszélgetés generálni. Állok rendelkezésetekre. Az szerintem ritka. Most láthattuk egyébként ugye a Boldogaznak a klipjét, és arról már szerintem azt túl is tárgyaltuk. Viszont az előző klipet, amit az átlépéshez a kapcsoló, arról még egyáltalán nem beszéltünk, pedig Bezerédi Zoltán van benne, akit én személy szerint imádok. A hangját azt mindenki ismereti mindenféle szinkronokból, de biztos vannak sokan, akik ugye színészként is persze felnéznek rá. Jászai Mari Díjas. Igen. Így van. De a mai generációnak, a húgoméknak, akik mondjuk a Twitch-et nézik, nem biztos, hogy annyit tud mondani, ezért is mondtam így. Bezrédi Zoltán a Katona József Színház színésze, alapvetően ugye filmszínész is, tehát számos igen magyar produkcióban is láthattuk, és egy nyilván egy vérprofi. Igen, igen. Tehát ő neki ez a feladat, amit a kapcsolóban meg kell csinálni. Nyilván nem egy oltári nagy feladat, de hogy azért nyilván oda kell figyelni mindig. Uh-huh. Egy színésznek valószínűleg. Szóval, amikor feladat van, akkor oda kell figyelni. Ő is ezt tette, nagyon készségesen megcsinálta, amit kell. Hát ezt a klippet Kati Zsolt rendezte, uh-huh, és azt gondolom, nagyjából ő is írta, tehát uh-huh együtt gondolkodtunk róla, hogy lenne, volt a zenekar menedzsere, és abban az időszakban találtuk ki ezt, és tulajdonképpen az ő ötlete is volt a Bezrédi, hogy mm-hmm mindenképpen egy hasonló kaliberű színész szerettünk volna. Hát hasonló. A Rudolf Pétert akartuk egyébként alapvetően, de hogy az nem sikerült. Mm. És aztán, de hogy a Bezrédi is csodálatos színész és nagyszerű ember, ez egy nagyon jó, nagyon szép klip lett, megható, igen, meg hát ez egy megható dalra készült, szóval az egész így egészen jó sikerült szerintem. És ez a Dörögdi családnál forgott, nem? Jól tudom? Igen, ez szüleim lakása gyakorlatilag, és hát én is vágtam a klipet, uh-huh, meg szereplek is benne, úgyhogy ez az én klipem, oké? Okay? Ja, ezért mondták a srácok, miközben itt átállás volt, hogy jó, ez a klip csak szarul van vágva. Igen, igen. Jó lett volna, hogy igen. Ezen csúszott a... De tényleg nagyon jó lett. Úgyhogy grat emiatt is. Még jöttek kommentek? Na. Csiga kérdezi, kiket hallgattok, ha épp nem ti játszotok? Kezdjük mondjuk itthoniakkal esetleg. Itthoniak közül én a Apit hallgatok, mm, a Lazarst, külföldiek közül meg Primus All the Way to Yeah. Az Bézernek nagyon jó.
meg mindenféle metált is, meg már mostanában ilyen régebbi popzenéket is hallottok, meg ilyen nagyon érdekes hangszerelési, meg ilyen megfejtések vannak benne, és ez tök érdekes. Én nem tudom, én ilyen lemezekben utazom általában, tehát hogy sokáig hallgatok egy lemezt, és most nagyon régen nem volt olyan lemez, ami így nagyon elütt volna. A utolsó az a Kollár Clemens Lászlónak a Rengeteg című lemeze, ami ami egy fantasztikus lemez szerintem, vagy nagyon érdekes világ, vagy olyan világ, ami még nem igazán hallottam. Ezen kívül meg mostanában nyilván újra hallgattam a Fehér Babák takarodóját, a Cseh Tamás albumot, azt mindig meghallgatom. Mostanában nem tudom, valahogy az most felmerült. Ezen kívül a nem tudom, a női előadókat nagyon sokat hallgatok. Most a Lianne Le Havast, ugye a említett Laura Marlingot. A Lianne Le Havast az egy nagyon érdekes a mainstream pop zene és a soul jazz közti átmenetekben utazik. Egy nagyon érdekes énekesnő egyébként, is gitározik, tehát azt nem elfelejteni. Szóval azt mindenképp hallgassátok meg. Mm. Nyilván a Laura Marlingot is, aki valószínűleg a számomra a szóval, hogy az angol szász ilyen női dalszerzők közül a legmélyebb, vagy a legalanyibb énekes dalszerző. Tehát őt is mindenképp ajánlom. Mm-hmm. Mostanában ezeket hallgatom igazából, tehát persze én is, tehát most úgy tűnhet, mintha nem hallgatnék rock zenét, de igazából most egy kicsit talán háttérbe szorult, de amúgy hallgatok. Red Fanget is szoktam mostanában hallgatni például. No. Az mondjuk az meg ugye Stoner. Igen. De azt nagyon szeretem. Azt hallgatgatom, mert hogy vagyok a hallgatgatom, és akkor mellé bekúszik egy kis Cseh Tamás, aztán Lianne Le Havast, és mit mondtam még? És a Kollár. És akkor és akkor ez, hogy egy kis Kollár, egy kis Stoner, egy kis, és akkor kicsit így összeáll az X-fegyszer, ugye? Aztán is ennyi. Dörő? Hazai vonalon a Lazarus IHM vonal, ami talán legjobban a évek óta szívemhez közel álló, és emellett az alteres réteg, 30Y-ék, Egyedi Petinek a dolgai óriás, meg a szóló lemezei. Igen, ezt én is hallgatom. El is felejtettem. Külföldön meg a Foo Fighters az all time favorite. Hát mindjárt elkezdem számolni. Magyar zene az, ami igazából abból olyat hallgatok, ami már így régóta a szívem csücskét jelenti. Nekem a Kistehén, tehát én borzasztónak Kistehén fan vagyok, egészen az elejétől, a Csintalantól elkezdve a végéig. Sajnos most már lassan tényleg a végéig. Illetve szintén egyébként most az utóbbi időben fedeztem fel azt, hogy az óriás az nagyon jó. Én nekem ez eddig kimaradt. És hát, ja igen, és ezt a Dörő úrnak köszönhetem. És egyébként meg nyilván minden, ami emellé becsúszik az ég egy ott a világon. Meg hát amit én zenélek otthon, ugye nyilván. Szormon szexuált is hallgatok néha. Külföld, meg az meg, a diszkográfia, ugyanis. Külföld az meg abszolút ez a prognak a különböző ízei és ízei szagai, elkezdve egészen nagyon régen Yes, Genesis, akkor utána a Peter Gabriel vonal, és egészen a modern Steven Wilson, Porcupine Tree, ezek Opeth, úristen. Na, durva. Öröm hallani, hogy azért van nyitottság itt sokféle stílus felé a bandában. Ja, és a Rammstein. Tehát a Rammstein az így nagyon fontos részét képezi az életemnek. Rengeteg Rammsteint hallgattunk már a Bálint autójában egyébként. Én nem is hallgattam annyit életemben, de most már igen. Hát, hogy... Csiga, szintén Csiga, mint az előző kérdést, teszi fel, hogy magánhangzók nélkül olcsóbb volt a CD borító? Ho-ho. Köszönjük. Igen. Igen, ennyi. Kitaláltad. Nem, hát ez az esetben ez így, nem tudom, ezt így kitaláltuk, vagy én találtam ki, nem tudom már, hogy volt ez, kivetette ezt fel.
Ez a band raga. Hatalmas találmány. Hatalmas találmány, ezt még senki nem találta ki. Valószínűleg, de nem tudom, nekünk tetszett, vagy mindenki, úgy gondolom mindenkinek tetszik ez a fajta megoldás, és akkor ez így valahogy fennmaradt. De hogy alatta meg ott van ugye a... alatta... Mutassuk. Ja, mutassuk meg, igen, megmutatjuk. De alatta meg ott van a teljes név, tehát hogy nem az van, hogy izé, tehát nincs lesporolva. Tehát az ott van azért. Tényleg itt tehát, van. Ott van. Hát hogyha valaki ebben kételkedne, annak most megmutatjuk, hogy valóban ott van a teljes neve a zenekarnak. És a hátoldalán meg a számcímek találhatóak. És a lány hátulja. És a lány hátulról, tehát látszik ugye a koncepció, hogy tulajdonképpen ez egy térbeli történet, amit látunk, tehát na. Szép. Ki tervezte ezt? Kataflám. Kata rendezte. Viti. Milyen Kata? Bocsánat. Kerekes Kata. Kerekes Kata, igen. Mert szép. Azért nem tudjuk, bocsánat, azért nagyon pontatlanok, mert nagyon sok, az utolsó pillanatig más grafikussal dolgoztunk, és tulajdonképpen ő az utolsó hetekre csatlakozott be, és ilyen nagyon gyorsan dolgoztunk ezzel, mert egy vakvágányon indultunk el, és aztán, mert nagyon nehéz ugye ez a grafikai történet általában, mert ugye van itt egy ilyen művészeti szempont is, meg az, hogy belelát-e abba, amit akar mondani a zenekar, de közben meg a zenekar azt várja el, hogy ő is mondjon valamit arról, ami a zenekar, és hogy ez a kettő, ez nehezen tud összejönni, és valószínűleg ez volt aztán a probléma, és akkor tovább mentünk, és végül is Kata nagyon szépen megrajzolta ezt a hölgyet. Igen, meg eleve most ez egy egyéni tapasztalat, de hogy azért sok grafikus szétfolyik, az is egy olyan szakma, mint a zenészeknél is, a művészek, hogy hajlamosak szerintem erre, hogy ne tudják betartani a határidőket. Úgyhogy... Ajaj. Igen. Viszont mi betartjuk a határidőket, és kisorsoljuk ezt a gyönyörű lemezt, úgyhogy Cini, sorsoltok egyet? Mert, és aztán szépen kiderül, addig pedig beszélgessünk már kicsit arról, hogy te gitártanár vagy, Geri. Erről akarunk beszélni? Hát jó, ez nagyon jó. Mikortól? Igen. Mióta? Én tulajdonképpen azt hiszem már negyedik éve tanítok a Budai Gitáriskolába, és vidáman reklámozom, mindenki jön gitározni, mert nagyon jó kollégáim vannak, és csupa én sem vagyok olyan rossz. Na mindegy, szóval ez egy utazás volt igazából, mert ott tanultam, és akkor végül is ott tanítok. Tehát én már legalább, hát már lassan 15 éve életemben van ez az iskola, mármint olyan értem be, hogy amikor nem tanítottam ott, akkor is tudtam, hogy mi történik, ott jártam néha a félévi koncertekre, meg, tehát hogy nem tudom, szóval, hogy nyilván ezt ismertem, hogy mi a történet, és akkor most nagyon jó, hogy ott tanítok, mert én szeretem ezt csinálni, hogy segíteni az embernek, aki megpróbál megtudni gitározni. Tehát a magat azt az aktust szerettem, amikor nem megy valami, tehát azt már nem is nagyon szerettem, amikor már valaki nagyon jól tud gitározni. Mert annak is lehet tanítani nagyon sok dolgot, de nem, mert ezzel most rögtök, de ez tényleg így van, hogy az a nagyon érdekes, amikor valaki megugrik egy ilyen lécet. Tehát ebben a kérdésben. Tehát akkor már nagyon nehéz, amikor piciket lehet csak ugrani, mert nem exponenciális a fejlődés, tehát nem úgy van, hogy befekteted, és akkor aztán eljön a pillanat másnap, hanem lehet, hogy egy olyan pillanatban jön el az a figura, hogy kigurul, amikor már nem gondolod, hogy ez kigurul. Szóval, hát hogy ezért tök jó, amikor látod, hogy valaki megtette azt a lépést. És egy folyamatos elszántság kell azért ez, szóval egy folyamatos hát persze, hogy sokan abban hagyják, ugye, mert nem jön meg a rakendról, ugye, a következő gitárórára. Ez nem teljesen olyan. Meg ugye a kottolvasás, meg a zenelmélet, meg mit tudom én, hogy ezektől félnek az emberek ugye általában, hogy ez ilyen nagy etvasz, hogy akkor ezt meg kell. De különben ennek nem nehéz, meg azt szoktam mondani, hogy
hogy hát nem ebből kell kiindulni, mármint, hogy nem ez a... Tehát az ember nem úgy ír zenét, vagy nem tudom, vagy nem úgy működik, hogy... Vagy lehet valaki így működik, hogy biztosan rakosgatja az akkordokat, és hát nyilván majd egy partitúrát megír egy nagy jazzzenész, vagy egy kompózer, akkor hát nyilván átgondolja meg, de hogy nyilván tudni kell, szóval hogy segít az, hogyha zenélünk például, és akkor mint, jön egy akkord, és akkor jaj, hát hogy lehet erre válaszolni, vagy mi a zenei válasz, akkor van 4-5 alternatívád. Mert általában, ha Gergő játsz az akkordot, akkor sehogy. Ez lehetséges, hogy így van, de hogy az tök jó, hogy elméletben van 4-5 alternatívád, de nem az elméleti alapozás adja meg ennek a platformját, hanem csak egy segítséget ad. Igen, az írást azért szerintem magával az írással lehet igazán gyakorolni, szóval igen. Kicsit ilyen egyszerűbb, egyenesebb dolog. Igen. De én azért örülök, hogy mondjuk ha lenne egy gyerekem, az járhatna hozzád. Én is nagyon örülnék neki. Jaj. Én szívesen. Mármint gitározni járhatna hozzád. Így. Jaj, jó. Hú. Egyébként... De merre kell itt kimenni egyébként? Arra majd. De kisorsoltuk a nyereményt, és Zsófi 010 nyerte meg ezt a gyönyörű CD-t. Úgyhogy kérlek, küld el majd az elérhetőséget, és a zenekar, vagy mi elintézzük, hogy eljusson hozzád ez a gyönyörű lemez. Ha csak nem teszem zsebre. Nem teszem zsebre. Már zsebre kérlek is. Nem, itt már írják nekem, hogy nem. Ja, nem arra írják, hanem várjak, mert rosszul működött a sorsolás, és küldünk egy újat. Hoppá. Mi az, hekkel valaki, vagy mi? Akkor addig is beszéljünk már arról, hogy Egyedi Pettivel egyébként együtt is dolgoztatok, és most is meg fog jelenni a kis lemezetek, amire Egyedi Pettivel dolgoztatok együtt. Igen, már ezen a lemezen is az Egyedi Pettivel dolgoztunk együtt, és annyira jó volt ez, hogy ezt megismételjük egy kis lemez formában. Már írjuk a dalokat, már van, nem tudom, hogy 7 dal, és abból csinálunk 5-öt. Igazából ez a terv. Most egyelőre még nehéz erről beszélni, mert még nem kristályosodott ki bennünk, hogy melyik dal lesz jó, vagy melyik dal lesz működő. Összes. Inkább az összes nagyon jó nyilván, de hogy mindig, amikor eljön a Peti, ugye akkor ő neki olyan szikrázó, villámló elméléje van, hogy így megkavarja azt a dal tömeget, amit mi rázódítunk, és tulajdonképpen ez a rendezés, hogy tulajdonképpen ő megrendezze, az a feladata, hogy megrendezze ezt az egészet. Kicsit el is lustultunk ebben, és most ütöttünk a saját kezünkre ebben a kérdésben, hogy ne az legyen, érted, hogy ja, hát akkor írjunk valami izét, középszerű témát, azt majd a Peti megcsinálja. Tehát nyilván nem ez a alkalom a zenekarnak kutya kötelessége, hogy komolyan oda tegyen magát ezekben a zenei megszólalásokban. Peti, mint producer, akkor gyakorlatilag hát nagyon igen, masszív. Producer, felvételvezető, ő is keveri, tehát ő nagyon, nagyon benne lesz. Amikor az első anyag jött ki tőle, amit együtt csináltatok, az nekem ott ütött, egyet fordult az egész így a fejemben, hogy mi is ez. Úgyhogy én szerintem megtaláltátok a Petit elég jól. Igen, nagyon szeretjük, és nagyon szeretjük. Igen. Egyébként kisorsoltuk most másodjára is, és most jól, és ráadásul az nyerte, aki több kérdést is tett fel, Csiga, te nyerted ezt a gyönyörű lemezt. Csiga, nincsen veszély. Amit megkérdezted, hogy olcsóbb volt-e magánhangzók nélkül. Olcsóbb volt. Te nyerted, megkapod, megnézheted otthon is, hogy alá, oda van írva egyébként a zenekar név. A magánhangzók értékét kipótoltuk az autogramjainkkal. Így van. Így van. Hát, és a spórolásból fel tudtunk venni plusz egy dalt, szóval örüljétek. Megérte. Nagyon szépen köszönjük nektek, srácok. Remélem, hogy mi hamarabb találkozunk újra, és hogyha lehet már ember tömegekkel együtt. És nektek is nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Még gyorsan felírom azt, amit Csiga, a nyertes írt. Felajánlom az eredeti dedikált példányt a műsorvezetőnek, ha digitálisan megkaphatom a hanganyagot róla. Lehet róla szó? Figyelj, én... Megoldjuk. Ment olyan értelemben, hogy magukat a fájlokat szeretném megkapni? Hát valahogy ezzel. Úgy. Encore. Ezt. Hát azt mondják, hogy ez...
Hát nem nyúlhatom le ez a tiéd, majd kiosztjuk neked. Nem, hát nem nyúlhatja le a Huni, mert neki van 46. Tehát ez mondjuk, érted, most 47 lenne, most ez hogy lenne már, hogy néz neki? Nem, nekem már. Légyszeres, fogadd el tőlünk ezt a remezt. Kipostázzuk és kész. Akár átveszed, akár nem. Ott lesz a postás csönget, kétszer. Szóval, akkor nagyon szépen köszönjük, srácok, hogy itt voltatok. Köszönjük. És találkozzunk mi hamarabb. Ez volt mára az UMC, és hogyha tetszett a műsor, légy szíves, támogassátok a csatornát, még most a live-ban, vagy a következő live-ban feliratkozással, vagy van egy Patreon oldalunk, aki teheti, az küldjön lovettát, ugyanis saját pénzből finanszíroztuk eddig, most már kezdtünk elfogyni, ezért most van április vége, következő hónaptól egy kicsit változtatunk a műsoron, mert nem tudjuk fenntartani ezt. Minél több pénzünk van, annál több lehetőségünk van, úgyhogy léci támogassatok minket, hogy fennmaradhassunk. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! 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 Hello! Hello.